elmélyülten alkot, akrilfestékkel a kezében Berecki Kata Kölesden a Levendula vendégházban kialakított művészeti alkotótáborban a látványt homogén felületekre osztotta, egy színűségben ábrázolta az eseményeket. Az arctalan emberek festése az egyik védjegye. A képzőművész Simon tornyáról származik, jelenleg Nagykovácsiban él. Könyvkata, a Kölesdi Alkotótábor művészeti vezetője hívta meg a programra. Ilyenkor ugyanis Tolna megyéből elszármazott festők, alkotók érkeznek a településre. Nem másért, mint azért, hogy egész héten, éjjel-nappal alkothassanak. Kihasználjuk az időt, úgyhogy nagyon sokat, egy reggeltől késő estig, meg sötétben is, itt lámpafénynél festeni szoktunk. Ipari festékkel alkot a Paksi származású, de Egerben élő Kis G. Dániel a vendégház kertjében felállított vásznakra. Mint mondja, évek óta ezzel az anyaggal és technikával hozza létre a műveit. Ilyen szokásostól eltérően, ilyen... Ö... Most így nem egy adott megadott tematika alapján dolgoztunk, hanem mindenki, amit az egyéni attitűdje alapján hozott tematikát. Zírci Judita Paksi Bezerédi Általános Iskola rajztanára is részt vesz a programon, amely hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Baranyai László rajztanár volt az, aki ezt itt megálmodta Kölesden, és ő már akkor professzionális művészeket hívott ide erre a gyönyörű környezetbe, ami itt van, és hát gondolom ő is hasonlóképpen hozta ezt létre, mint amit most itt mi megélhetünk az ő Lánya által. A Kölesdi képtárban jelenleg 118 művész 257 alkotása található. Baranyai László lányának és könyvkatának sikerült egy pályázaton keresztül forrás szereznie a program folytatásához. Van egy képtár itt, ami baranyai László hagyatéka, úgymond a professzionális művészeknek, akiket ő akkor meghívott, egy csodálatos képanyaga van, ami állandó jelleggel itt látható kölesden. Na most már ez a negyedik év, ha jól emlékszem, az, hogy itt vagyunk, és mi negyedik éve veszünk részt ezen a, a, az új látáson, annak látás volt a neve, a látásmozgalom, ez pedig az új látás. Az idei tábor Paksváros önkormányzata és a kölesdé önkormányzat által nyújtott forrásból valósulhatott meg. A tervek szerint az alkot táborban született művek a kölesdi képtárba kerülnek majd de egy paksi tárlat ötlete is megfogalmazódott az alkotókban